Na, így ugat hallottátok? Így ugat Ropi. Ő egy terápiás kutya, ami annyit jelent, hogy segít a mozgássérült emberek mozgásában, a mentálisan sérült emberek lelkiállapotának javításában, az autizmusban szenvedő gyerekek korai fejlesztésében, tanulási zavarainkban szenvedő gyerekeken, türelmével és odaadásával egy nélkülözhetetlen társa lesz az embernek a mindennapokban. A kéti óvodások is kipróbálhatták, milyen egy terápiás kutyával játszani. Sőt, Ropi készségeit is próbára tehették. Utánozták a kutya trükkjeit, és társas játékoztak vele. Ropinak meg kellett keresni a jutalomfalatokat, amit a gyerekek elrejtettek. A kicsik azt mondták, hogy élvezték a játékot, és leginkább Ropi puha bundáját tetszett nekik. A kutya nagyon cuki volt, nem harapott, puha volt a szőre, és ez a játék tetszett a legjobban, ez a társasos. Ropi gazdája azt mondta, a gyerekeknek rendkívül nagy segítség az, ha a kutya kedvesen bánik velük, és türelmesen kezeli a kisebbeket is. Ez az oktató szerint azért hasznos, mert így a gyerekek egyéni sikereket érnek el, és közelebb kerülnek a négylábúak világához. Rendkívül játékos módon szoktunk a gyerekekhez szólni a kutyák segítségével, rengeteg trükköt tudnak a kutyusok, nagyon sok feladatot hajtanak végre, nagyon sok trükköt csinálnak meg a gyerekek kedvéért, a gyerekeknek, és ez mindig nagyon sokat számít egy kisgyereknek, hiszen egyéni sikereik vannak egy ilyen foglalkozás alkalmával. A programon részt vett települések polgármestere, aki szerint fontos minél fiatalabb korban megtanulni, hogyan kell bánni egy kutyával, és nem utolsó sorban megszeretni az állatokat. Ennek az a célja, hogy a gyerekek minél jobban megszeressék az állatokat, ne féljenek tőlük, illetve barátkozzanak velük. A terápiás kutyák azonban nem csak a gyerekeken segítenek. Az ilyen kutyák a szellemileg sérült embereknek a legnagyobb segítséget jelentik, érzékeik, mozgásuk, koncentrációjuk és magabiztosságuk fejlesztésében, valamint az egyik legmegbízhatóbb társak a mindennapokban.